Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol Tituszhoz írt levele második részének 11-től a 13. verséig szól hozzánk Isten igéje. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a boldog reménységünket, nagy Istenünk és üdvözítőnk, Krisztus Jézus dicsőségének megjelenését. Az, hogy Istennek kegyelme megjelent, azt is jelenti, Isten üdvözítő kegyelme ajándék számunkra, ami onnan felülről érkezett, a segítség Istentől érkezik hozzánk. Megoldást, üdvösséget nem adhat senki más, nekünk csak ő. A Zsoltár írója is megkérdezi, honnan jön segítségem? És válaszol rá, mert ő tudja, honnan jön, és azt mondja, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Az Isten nélküli ember ezt még nem tudja elmondani, ezért így gondolkodik, segíts magadon, különféle módszerekkel, praktikákkal magadon tudsz segíteni, a magad szerencséje, kovácsa te vagy, igazgasd a magad útját, a hangsúly rajtad van. Itt azt mondja Isten igéje, az embernek csak egyetlen sansza, esélye, lehetősége van, az Istentől jövő üdvözítő kegyelem tud csak rajta segíteni. Nem segíthetnek mások sem rajtunk, éppen ezért fogalmaz a következő képpen az énekíró, csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csak is ő. Ezért a mi segítségünk is az Úrtól van, sose felejtjük el, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten be akarja írni a szívünkbe, hogy a mi segítségünk tőle volt, tőle van, és tőle lesz. Ezért csak őrá bízzuk magunkat. Bízzuk rá magunkat az Úrra, mert segítségünk tőle van. 2021 adventjében minden nehézség ellenére örüljünk annak, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, nekünk is. Imádkozzuk az énekíró szavaival, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testi gőg halál, de bűneit, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Amen.